A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 13. alkalommal hirdette meg a kézművesség a minőségi kézműipar kiemelkedő alkotói alkotásai számára a Magyar Kézműves Remek pályázatot. Az ünnepélyes díjátadásra a kitüntetettek méltatására és a legremekebb remekekből rendezett kiállítás megnyitására a Nemzetgazdasági Miniszter fővédnökségével a Hungexpon, az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár az OMÉK keretében került sor. 2002-ben, amikor a Magyar Kézműves Remek díj elindult, a kamara hagyományt kíván teremteni. Hagyományt, amely egy kézműves termékben egyszerre ismeri el a népművészeti értéket és a minőséget, az eredeti funkció és a forma megtartását és az újítást. Amellett, hogy a kormány elismeri és támogatja ezt a célt, fontosnak tartjuk azt is, hogy hangsúlyosan hívjuk fel a figyelmet a magyar kézművesség értékeire és mestereire, bemutatva az egyes ágazatokhoz kötődő minőségi termékeket. Ezzel reményeink szerint nem csak a magyar termékek jó hírnevét öregbítjük, hanem a hazai termékek piacra kerülését is támogatjuk. Ugyanakkor a pályázat a magyar vállalkozói kultúra és a kézműipari szakma rangjának elismerését is szolgálja. Ennek legfontosabb eszköze a címmel járó marketing támogatás és bemutatkozási lehetőség. Azt látom, hogy aki megkapja, az kiakasztja, kiteszi, akárhol is végzi a tevékenységét, akár egy vásáron, akár egy állandó üzletben, akár valami kirakodó környezetben. Ott látom, hogy ki vannak téve ezek a toklevelek. Másik oldalról pedig azt is látom, hogy nagyon sokan sokszor is indulnak és versengenek. Hát valószínűleg ez már egy szakmai kihívás is azoknak, akik egy-egy szakmát gyakorolnak, vagy egy-egy remekművel foglalkoznak, és fontos nekik az, hogy a saját szakmájuk, a saját környezetük is elismerje őket. Tehát ilyen értelemben szerintem a brand minden kritériumának megfelel a kézműves remek. Bírálatra a kézműipari szakmában Magyarországon előállított, hagyományos és mai funkciót megújítva szolgáló, mesterségbeli és esztétikai kiemelkedő értékeket hordozó termékeket fogadtak. A szakmai zsűri döntése alapján 110 pályázó, 43 alkotása érdemelte ki a rangos elismerő címet, amelyek közül 7 alkotás kiemelt elismerésben részesült. Affianced Ékszerészeti Kft. Fehér mennyegző kerámia betéttel, Borecet Kft. Tokai borecetek és balzsamecetek, Harangozó Rita, étkészlet, Nep Dénes, parádés lószerszám, Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft., a Reskei Református Templom új orgonája, Szatmári László Gábor, diósaroktéka, Tóth Lóránt, fajátékok. Olyan mesteremberek vehetnek ma át elismerést, akik szaktudásuk, alkotóerejük és kitartásuk révén váltak kiemelkedővé. Az igazi kreativitás díjaztuk azt a munkát, amelyben együtt él a hagyományőrzés az új alkotással, amely úgy képes formálni az anyagot, hogy visszaköszönjenek benne a múltunk értékei. Egyes lószerszámot csinálni maga az anyagi csőd, megrendeltek egyet, és rögtön csináltam kettőt. Ez a magyar hagyományos fogadhajtó kurtula része. Ötvözve a mai sportnak a gyorsaságával, nem mindegy, hogy a ló 20 kilót visz, vagy 16-ot. Minden öltés kézzel van rajta varva, csak a díszvarások vannak géppel. Örömmel mondhatom el, hogy van olyan maraton lószerszámom, ami az Alföldön, a homokba 10 évet kibírt. 17. éve, hogy fazekasként dolgozom saját műhelyemben önállóan. Szenvedélyem és az életem, ez a szakmám. Nem csak a szín és forma világát tekintve, hanem a díszítettségét nézve is teljesen saját motivumkincset használtam. Ezt a zöld mázat saját recept alapján kevertem ki, és a díszítés az abszolút rám jellemző. Ez igazán egy megtisztelő cím. A társadalom is erre a címre jobban odafigyel, mint egy úgymond átlagos pályázatra. Dinasztiális szűcs vagyok, amúgy meg fával, hobbiból foglalkozom körülbelül 40 évvel. Az ember a fantáziáját elengedi, és a fa után megy, amit a fa kikövel magának, azt próbálja valami egységbe hozni. Ez egy bizonytalan megélhetést jelent az ön számára, mert végül is nagyon ragaszkodom a dolgaimhoz. Tetszik az embereknek. És az ad tényleg egy boldogságot, hogy örömet szerzek nekik. A Magyar Kézműves Remek odaítéléséről ebben az évben is egy szakavatott zsűri döntött. És mindig azt mondtuk, hogy képzőművészeti jellegű dolgokat nem fogadunk el, ez pedig azt jelenti, hogy ezek használati tárgyak.
De itt valamilyen a funkcióhoz és formához igazodó kiemelkedő esztétikai színvonal. Az rendben van. Hát ez a használatossági funkció. A funkció benne van, tehát akkor mégis rendben van. A magyar kézműves remek pályázat célja. A magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése. A minőségi kézműipari termékek bemutatása. A hazai és külföldi fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó hírének öregítése. A magyar kézműiparban a vállalkozói kultúra és a piaci helyzet javítása. A magyar kézművesség turisztikai kínálatának gazdagítása. Olyan minőségű pályaművek voltak, ami nehéz volt a döntés a zsűrinek. Óra hosszákon keresztül tudtuk csak eldönteni, hogy ki legyen a kézműves remek díjas. Több mint 10 éve veszek részt a zsűriben is, hiszen ez a 13. ilyen rendezvénye a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, közösen a kézműves kollégium és a turisztikai kollégium. Én azt gondolom, hogy egy óriási dolog, hogy most az Oméken mutatjuk be ezeket az alkotásokat, hiszen itt a látogatottság, a nézettség az lényegesen magasabb, minden bizonnyal sokkal-sokkal többen fognak itt találkozni ezekkel az alkotásokkal. A cégnek, meg a városnak azért ez mindenképpen azt gondolom, hogy nagy dicsőség. Főként megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatunk. Ez egy gyapjú hímzés, nagyon kifinomult színvilága van. Gyűjtötték a gyógynövényt, és annak a színét használták fel a gyapjú festéséhez. A Hódmezővásárhelyen és környékén azért az ajándéktárgyak részével igen előkelő helyet foglalunk el. Fölcseréltem az óvónői hivatást a gyöngyfűzéssel. Megélhetést is jelent, de nem konkrétan csak a termékeknek az eladása, hanem megmaradt az oktatói tevékenység. Folyamatosan azon gondolkodom, hogy megtaláljam azokat a lehetőségeket, amiben benne van még a népművészet, megmaradnak a kézműves vonások, de valami modern cint próbálok belevinni a termékeimbe. Ez most az első pályázatom, és sikerekkel. Fajátékoktól kezdve a fa kultúrával kapcsolatos mindenféle népi tárgyakat készítek. Sorozatgyártással sokkal több bevétel lehetne hozzájutni, mint amihez most hozzájutok. De talán a munkáimnak az értéke pont abban rejlik, hogy kézi munka. A fa bölcsőtől a sírig végig kísér minket. Mi, mint családi kis vállalkozás, akik csokoládét öntünk, arra is nagy hangsúlyt helyezünk, hogy a kultúrát, méghozzá Pécs értékeit jelenítjük meg a papíron. Magát a csokoládét is ízesítjük. Például van egy Pécs ízei, vagy a régió ízei nevű csokink, ez fügés mandulás, óriási megtiszteltetés és öröm. Őszintén szólva, piaci versenyelőnyt remélünk tőle, hogy remélem ez tetszeni fog a vásárlóknak is. Ezért kellenek ezek az értékes és autentikus remekek, hogy ezek a termékek jussanak el az adott térség turisztikai pontjaira, üzleteibe, és ott lehessék meg, és ez emlékeztesse az utazót Magyarországra, illetve arra, hogy jöjjön vissza, mutassa meg az ismerőseinek, legyen egyfajta, hogy így mondjam, kézzelfogható követe a magyar gazdaságnak. Ezek a sárközi hímes tojások, amikkel idén pályáztam. Magával a technikával már óvodáskoromban megismerkedtem, és hát húsvétkor azért mindig készültek otthon hímes tojások, de egy idő után ez már a hobbimmá vált. A hagyományos mintáknak mind jelentése van, egy hozzá kapcsolódó hiedelem tartozik hozzájuk, és az emberekhez ezt a szép hagyományt ezt közelebb tudjam vinni. A gyöngyel való horgolás is meglehetősen hagyományőrző technika. Én azt gondolom, hogy a formavilága az, ami kiemeli a teljesen síkban elképzelt horgolástól. Ezek általában 3D-ben jelennek meg. Természetesen készítek megrendelésre is, de a saját belső indítatás az mindig előnyt élvez ezekkel. Az ékszerekkel kapcsolatban szerencsére nap mint nap vannak új ötleteim. 2007-ben úgy döntöttem, hogy édesapám miután Székelyföldön született, emlékére egy székelykaput fogok állítatni. Lementem Székelyföldre, kerestem egy faragót, akit Pető Sándornak hívnak. Elhatároztuk, hogy az ő faragásait felhozzuk Magyarországra. Jelentősége, hogy a székely motivumvilágot használja. Legjellemzőbb az életfa, és használja a székely jelképeket, a holdat, csillagokat és a napot. A Gödöllői Királyi Kastély számára készítettem ezt a sorozatot, Gödöllőhöz Sziszi kötődik. Van olyan fotója a kastélynak, ami Sziszinek a koronázási szertartásán készült, és ez egy ilyen kis masni található a ruháján magyaros motívumokkal,
és hát ezt választottuk a termék csomagolására. Nevezhettük Barcelonába egy világversenyre, ahol a nemzetközi zsűri World Star díjat adott neki, ami gyakorlatilag egy csomagolási Oscar-díjnak felel meg. Kandírozott itboja szirmok az ízesítő anyagok, és a kajszibarac pedig egy ilyen sűrítményként jelenik meg, és hát egy kis kajszibarack likőrrel is még van a töltelék krémje ízesítve. Tényleg egyedi és különleges. A nagyszüleim férfi és női szabók voltak, és az ő műhelyikben nőttünk fel nyaranta unokatestvéremmel, mindig ott játszottunk, vartunk, textilek között voltunk. Ezt a nagyapám meséi kísérték. Nekem az a legfontosabb, hogy színes és szívmelengető legyen, amit készítek. Látok olyat azért, hogy a kisgyereknek a meseszereplőt tableten mutatja meg a szülő. Szerintem kell az azért, hogy megfoghatóbb legyen a dolog. A békési ködmön egyedüli magyar ködmön Békés megyében, és ezeket szőrrel, bőrrel készítették régen, és a 70-es években lett átültetve textilre. Mindig az eredetihez nyúlok vissza, és onnan tervezek. Szeretném továbbra is hát hímezni, szakköröket vezetni, gyerekeknek megtanítani, és hál' Istennek a családom, gyerekeim is szeretik. Lábaközi sárkányos falifutó, keresztszemes meg, meg holbein öltéses. Egy kicsi faluban lakok, Alsó-Pelekesen, ahol vagy 80 ember élt csak. Mikor nyugdíjba mentem, nagyon hiányzott a közösség, és így jutottam el a Népművészeti Egyesületbe. Az idén volt a negyedik pályázatom, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy az idén is megkaptam ezt a címet. Csak akkor lehet jó hangszer készíteni, az ember tud is rajta játszani, vagy legalábbis próbál, mint ahogy ilyen én is. A húrkészítésnél, a hangolószögek készítésénél nagy hasznát veszem a fémes alatudásnak. Körülbelül olyan 250-280 hangszernél járok. Felvidék, Reste nevű kisfalu. Bár ez egy pici 300 fős magyar közösség, de nagyon-nagyon értékelték a mi munkánkat. Egy nagy kerecsensólyomhoz hasonlítanám ezt az orgonamadarat. Több mint 40 ember dolgozott ezen a munkán. Tudjuk jól azt, hogy a kis- és középvállalkozások a munkahelyeknek a kétharmadát adják, és ebben benne vannak a mikrovállalkozások is. Másrészt ott van a átörökítés, a hagyománynak az átadása is, hiszen családban, hogyha a gyermek együtt készíti a szülővel azt a terméket, amit aztán piacra akarnak jutatni, akkor önmagában van egy tanulási folyamat, aminek a végén a gyerek legalább olyan jól, hanem néha jobban tudja készíteni ezt a terméket, mint maga a szülő. 12 és fél éves koromban határoztam, hogy orgonaépítő leszek, és ezt így konok módon végigcsináltam. Hajnali 5-6 órakor hangoltam, és elolvastam az orgonába egy ceruzás beírást. Itt hangolt Waldhauser Lipót, orgonaépítő Pécsről 1956. január 1-én. És ki volt az az idétlen, aki január 1-én itt dolgozik? Hát az ükapám. Egy jó orgona liftként tud működni ég és föld között, és az ember helyett az imádságot elvégzi. Harmadik generációsként, tehát nagyapa, apa örökségét viszem tovább, és hál' Istennek a gyerekeim, tehát a fiam és a lányom is vizsgára vár, hogy vizsgázott kádárként működjön majd. Tölgyfából készült, és a vasalat az kovács munka. A zempléni tölgy az egyik legjobb minőségű alapanyag, és ehhez már csak a mi szakmai tudásunkat kell hozzátenni. 3260-an vagyunk az országban, kézműves tagozati kamarai tagok. Ez a 3260 ember, ez nagy biztosíték arra, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarán belül a kézműves tagozat, a kézműves kollégium megfelelő elismerést kapjon. A 2,5%-os növekedési hitel nagyon-nagyon jól jött a vállalkozások, a kis és közepes vállalkozások és a mikrovállalkozásoknak. Tudunk segíteni a piacra jutásban, a képzésben, a munkaerőpiaci környezetnek az alakításában, tudunk az infrastruktúrális környezetben, a bürokrácia csökkentésben, általában abban, hogy a vállalkozásnak az élete, a mindennapi működése az egyszerűbbé váljon, és alapvetően arra kelljen koncentrálnia csak, amit valójában végez. Egy megállapodás van a kamara és a kormány között, hogy a 60%-át az összes uniós forrásnak az gazdaságfejlesztésre fordítjuk, hiszen ha egy országnak erős a gazdasága, akkor az az ország erős. Ha egy országnak nincsen identitástudata, hogyha nincsen egy önbecsülése, ha nincsen kultúrája, akkor az egy idő után már nem ország. Az identitás tudathoz a magyar kézművesség nagyon erőteljesen és nagyon jelentős mértékben hozzájárul. Veszprémben lakom, ott készítem a lakásban ezeket a lámpákat.
próbáltam olyan dolgot létrehozni, amit a mai modern enteriőrbe is be lehet illeszteni, ezért választottam a lámpakészítést. Kézzel készített intarziás doboz, ugye faberakás jelent ugye az intarzion. Területi szakmámat tekintve asztalos vagyok. Az intarziával 2006-ban kezdtem el foglalkozni. Szeretem, örömet okoz megőrizni ezt a régi hagyományt, mert már sajnos nagyon kevesen művelik. Van benne egyfajta kreativitás, ahol tényleg ki tudom magamat élni. Most pályáztam először a Magyar Kézműves Remek pályázatra, és nagy örömömre sikerült is díjat nyerni. Pályafutásunk egyik csúcsa. Alkotásaink legfőképpen az archaikus ősi kultúra motivum világát dolgozzák fel, a mai kor igénye szerint készült használati tárgyakon. Valódi bőrökkel dolgozunk, és a termékeket saját magunk festjük kiegészítőként, általában csontot, szarut, egyéb természetes anyagokat használunk. Ezek a tárgyak 20-30 évig használati tárgyak lesznek. Ez most jelenleg a harmadik kézműves remek címem, 4-szer próbálkoztam, és 3-at megnyertem belőle. Van egy olyan anyag, amit esetleg más szemétnek néz, eléget. Nagyon szeretem csinálni, szeretem, mert egy élettelen anyagot élővé lehet varázsolni, és egyszerűen megszűnik körülöttem a külvilág, hogyha én ezzel foglalkozok. Egy picit elegünk lett a hagyományos munkahelyből, és szerettünk volna valamit alkotni a két kezünkkel, és egy teljesen véletlen folyamán találtunk egy eladó kis tésztaüzemet. Minden egyes termékünknél kézzel is hozzá kell dolgozni a tésztához ahhoz, hogy elérje a végleges állapotot. Illetve ami még nagyon-nagyon fontos és egyedülálló, hogy mátrai forrás vízzel készül a termék. A csomagolása pedig egy teljesen egyedi értéket képvisel, egy kicsit tisztelegve Cegléd város előtt, ahol ugye készül a termék. A vásárlóink úgy szokták mondani, hogy például a csúsza tésztánk az olyan, mint amit a nagymama gyúrt, mindig egy plusz értéket és a munkánk elismerését fogja képviselni, az, hogy egy ilyen díjat megkaphatunk, ami a vásárlóknak is egy pluszt jelent. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Magyarországon van egy olyan kézműves réteg, aki ötvözi a művészetet és a használati tárgy alkotást. És ebből a kettőből jön létre valami olyasmi, ami különleges, ami egyedi, ami másnak nincs, és ami értéket képvisel, részben a múltból, hiszen a múlt által fölhalmozott tudást gyűjti össze, másik oldalról pedig a mai nap használati tárgya és a holnap öröksége. Amikor az ember gyakorlatban is élőben látja ezeket a termékeket, azt gondolom, hogy mindenkinek eláll szeme szája, hiszen valóban olyan termékek vannak most kiállítva, amelyekre büszke lehet az ország, büszke lehet a készítője, és amelyek meggyőződésem, hogy piacképes termékek, amelyek vevőre kell, hogy találjanak.